közélet, kultúra, hit és sport. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Heti Krónika című közéleti magazinműsorunkat láthatják, mellyel minden pénteken 18 óra 7 perckor jelentkezünk. Nézzük mai témáinkat! Népszavazás. Szláv konferencia Pomázon. Sportnap és vásár az óvodában. Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki. A népszavazásra feltett kérdés, akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését. A szavazás napja 2016. október 2-a volt. Pomázon a 2016. október 2-án megrendezett népszavazáson 16 szavazókörben 13.677 szavazásra jogosult polgár adhatta le szavazatát. A szavazáson megjelent 6.231 fő. Az érvényes szavazatokból 109 fő igennel és 5.544 fő nemmel szavazott, 578 érvénytelen voks érkezett. Az első szavazókörben a 785 szavazásra jogosult személyből 368 fő szavazott. 340-en nemmel, 6-an igennel szavaztak, 22 érvénytelen szavazat érkezett. A második szavazókörben a 829 szavazásra jogosult személyből 394 fő szavazott. 341 nem szavazat érkezett, 9 igen, 44-en pedig érvénytelenül szavaztak. A harmadik szavazókörben a 854 szavazásra jogosult személyből 344 fő szavazott. 313 nem, 7 igen és 24 érvénytelen szavazat érkezett. A negyedik szavazókörben a 771 szavazásra jogosult személyből 258 fő szavazott. 249 nem, 2 igen és 7 érvénytelen szavazat érkezett. Az ötödik szavazókörben a 831 szavazásra jogosult személyből 377 fő szavazott. 344 nem, 7 igen és 26 érvénytelen szavazat érkezett. A hatodik szavazókörben a 876 szavazásra jogosult személyből 357 fő szavazott. 318 nem, 5 igen és 34 érvénytelen szavazat érkezett. A hetedik szavazókörben a 865 szavazásra jogosult személyből 375 fő szavazott. 346 nem, 3 igen és 26 érvénytelen szavazat érkezett. A nyolcadik szavazókörben az 1118 szavazásra jogosult személyből 513 fő szavazott. 443 nem, 9 igen és 61 érvénytelen szavazat érkezett. A 9. szavazókörben a 929 szavazásra jogosult személyből 418 fő szavazott. 364 nem, 10 igen és 44 érvénytelen szavazat érkezett. A 10. szavazókörben a 813 szavazásra jogosult személyből 405 fő szavazott. 361 nem, 9 igen és 35 érvénytelen szavazat érkezett. A 11. szavazókörben a 784 szavazásra jogosult személyből 412 fő szavazott. 360 nem, 7 igen és 45 érvénytelen szavazat érkezett. A 12. szavazókörben a 792 szavazásra jogosult személyből 356 fő szavazott. 315 nem, 10 igen és 31 érvénytelen szavazat érkezett. A 13. szavazókörben a 840 szavazásra jogosult személyből 380 fő szavazott. 350 nem, 4 igen és 26 érvénytelen szavazat érkezett. A 14. szavazókörben a 848 szavazásra jogosult személyből 373 fő szavazott. 305 nem, 6 igen és 62 érvénytelen szavazat érkezett.
A 15. szavazókörben a 878 szavazásra jogosult személyből 458 fő szavazott. 406 nem, 6 igen és 46 érvénytelen szavazat érkezett. A 16. szavazókörben a 864 szavazásra jogosult személyből 443 fő szavazott. 389 nem, 9 igen és 45 érvénytelen szavazat érkezett. Pomázon a 2016. október 2-án megtartott népszavazáson a részvételi arány 45,56%-os volt. Legkevesebben a 4-es szavazókörben mentek el szavazni, és legtöbben a 15-ös szavazókörben éltek szavazati jogukkal. A szavazat napján a városban nem történt semmiféle rendbontás. A szavazókörök körülbelül 4 évvel ezelőtt változtak. Akkor milyen megfontolás volt talán lakosság számnövekedés miatt? Igen, hát folyamatosan nő a lakosságunk. Most már lassan 18 ezer, ebből a 13 ezer választópolgár van. És ugye egy szavazókör nem nagyon lehet 1000 főnél nagyobb. Tehát ennek a megfontolás alapján a régi 10 szavazókörből lett 16 szavazókör. Ugye ez most már 8 egyéni körzet, és egy-egy egyéni körzethez tartozik 2-2 szavazókör. Így van most már 16 szavazókörünk. Dupla annyi segítő van, dupla annyi szavazóköri delegált van, dupla annyi szavazóköri segítő van, ezáltal ugye az egy szavazókörre már nem 1200-1400, hanem 7-8-900 szavazópolgár jut, és hát ennek arányába kihányan mennek el, ennek arányában sokkal gyorsabb, gördülékenyebb a szavazatszámlálás. A végén egy kicsit necces, amikor ugye 7 órakor urnazárás van, és utána megtörténik a szavazatok számlálása. Most minden egyes szavazókörnél meg kellett várniuk a szavazóköri delegáltaknak a végleges eredményt, az utolsó szavazókörnek is meg kellett várni, itt a városházán még beérkezik, és majd amikor a Szentendrei Városi Járási Választási Bizottság elnöke azt mondta, hogy oké, akkor engedhettünk el mindenkit. Tehát itt a végén 9-10 óra körül még mindig 40-50 ember ácsorgott. Hogyan zajlott Pomázon a népszavazás? Mit tudnál róla mondani, értékelni? Hát hál' Istennek az országos átlaghoz képest kicsit magasabban végeztünk, 45,6%-ot értünk el, ami nem 50% plusz 1, de én azt gondolom, hogy ezzel is elégedettek tudunk lenni. A 16 szavazókörből egy szavazókör, a 4-es számú szavazókör, amelyik a német iskolában volt, ott nagyon-nagyon alacsony volt a részvétel, hát ezt majd ki kell elemezni, hogy ez miért, a lakosság összetétel, vagy esetleg bármi más okáért, ott összesen 33% ment el szavazni, és hát a legjobb szavazókör, idézőjelben a legjobbat, a legtöbben mentek el az én régi pátriám, a Tiszolci telep, ott több mint 52% pomázi ment el szavazni, de átlagban itt meg tudom mondani, hogy 40-45% között teljesített a város, ez így jött ki a 45,6%-os átlag. Általában mindig körülbelül ilyen százalékban jön ki a részvétel, tehát ez a 45%, aki mindenbe belekívánt szólni, változtatni szeretne, ahogy az ő elgondolásait érvényesíteni szeretné. Hát extrém esetek kivételével nagyjából, hát azt hiszem pont a 2014-es önkormányzati választás is valahol ezen a környéken zajlott. Az EU választás 14-ben alacsonyabb volt, a parlamenti magasabb, tehát mi mindig általában az országos átlag fölött vagyunk 1-2%-kal. Ez jó, mert ez azt jelenti, hogy a pomáziakat picit jobban érdekli a demokrácia, picit jobban akarnak beleszólni akár az ország, akár a város ügyeibe. Volt-e valamilyen atrocitás, vagy milyen hangulat volt a városban, mit érzékeltél? Az ég adta világon semmit, tehát szépen lezajlott az egész választás. Ugye délelőtt, dél körül még gyönyörű szép idő volt, utána estére egy kicsit bejött az esősebb idő, de semmi nem akadályozta az embereket, nem alakultak ki dugók, nem voltak tumultosok a szavazóhelyeknél. Aki akart eljönni szavazni, az el tudott jönni, és le tudta adni a szavazatát. Tehát semmi választási csalás, bejelentés nem volt, semmi olyan, amiért a jegyzőnek vagy a választási irodának lépnie kellett, semmi ilyesmi nem történt. Arra szeretnének kérni, hogy az országos átlagot, vagyis az országos eredményt értékeld. Hát azt tudjuk, hogy nem ért el az 50% plusz egy szavazatot. Ezzel együtt én is azt gondolom, hogy a nemek aránya, ami 98%, és ez ugyanez a településünkön is, azért ez egy megfelelő erőt jelent. Én azt gondolom, hogy mind a kormánynak, mind a miniszterelnök úrnak reményeink szerint ez azért megfelelő muníciót ad Brüsszellen, a brüsszeli bürokratákkal szemben, a következő évek harcával kapcsolatban. Én ezt többször elmondtam, akár baráti társaságban, akár bárki megkérdezte, hogy
Ez a népszavazás azért is fontos, vagy azért is volt fontos, mert nem magunkról, hanem gyermekeinkről, unokáinkról döntünk. Én örültem volna, ha magasabb lett volna a részvétel. Nagyjából ennyien akartak beleszólni a demokráciának az alakulásába, ennyien akartak most beleszólni az ország életébe. Ez egyébként átlagos, a népszavazásoknál ez egy teljesen átlagos szám. A választások sem sokkal magasabb százalékban zajlanak, olyan 55-60 százalék körüli, az már nagyon jó választásnak minősül általában a parlamenti választások, mikor ennyien szólnak bele. Általában a lakosság 35-40 százalék az teljesen inaktív az ilyen típusú megkérdezéseknél vagy megmérettetéseknél. Tehát amikor mi a saját bőrünkön nem tapasztaljuk, tehát mondjuk nem a, most ez tényleg rossz példa, nem az én gyerekemet támadják meg, vagy az én feleségemet támadják meg, vagy mi nem látjuk, hogy a mi kertünkön keresztül vonul több száz, több ezer ember, a mi termésünket gyalulják le, vagy a mi rokonainkat akarják megverni, addig az ember úgy érzi, hogy vele meg se történhet. Erre teljesen jó példa, ami nem is olyan rég a nyáron Németországban történt. A németek addig nagyjából belenyugodtak ebbe az egész migráns történetbe, nem érezték annak a súlyát, amíg náluk nem történtek meg a robbantások. És pont ott az egyik ilyen kis településnek az egyik szemtanúja számolt be a hírcsatornákon, hogy ez annyira megdöbbentő volt számára, hiszen azt gondolták, hogy ez tőlük olyan távol van. De ez egy valós veszély. Nem azt mondom, hogy most vagy jövőre, de ki tudja, hogy a következő 30-40 évben mi fog történni Európában. Az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetének szláv filológiai tanszékétől az évtől egy új, a szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek iránt érdeklődést felkeltő rendezvénysorozatot indít, a Tudomány mindenkié találkozások a szláv kultúrákkal, irodalmakkal és nyelvekkel címmel. A rendezvénysorozat célja a szlavisztikai diszciplína eredményeinek szélesebb körű hazai népszerűsítése, a szláv filológiai tanszék oktatói tudományos munkásságának és kutatási területeinek prezentálása, nem utolsó sorban az ELTE BTK szlavisztikai programjai iránti érdeklődés felkeltése. A Pomazi konferencia egy nagyszerű lehetőség arra, hogy a szélesség közönségnek hogy bemutassunk a szláv kultúra, nyelv, identitás témákat, tényleg kapcsolatos témákat. Tehát ahogy látszik is a konferencia megnevezéséből, tehát a Tudomány mindenkié című nevét viseli, elsősorban azért, mert szeretnénk közelebb vinni a tudományt ugye a mindennapokhoz, a mindennapi felhasználókhoz. Az előadásoknak pont ez a lényeg, tehát a nyelvezetők is a megközelítése sokkal közelebb lesz, tehát nem lesz kifejezetten tudományos, tehát inkább ilyen populáris jellegű lesz. Viszont számukra nagyon fontos, hogy mivel ez egy olyan sorozott rendezvényben gondolkodunk, tehát minden évben szeretnék más-más helyszíneket meglátogatni. Ebben az évben Pomázra esett a választás, mivel ugye itt egy nagy, rendkívül aktív szerb közösség is van, velük korábban is tudtunk együttműködni. Célunk az, hogy más helyszíneket is látogassunk, tehát lehetséges, hogy jövő évben akár nem tudom, Gyulára vagy egyéb más helyszínekre is eljöttünk. Ami a témákat illeti, lehet látni, hogy legkülönböző témákról van szó. Természetesen mondom, mivel eltérőről beszélünk is, a szláv filológiai tanszékről, tehát a munkatársai elsősorban ugye a szláv nyelvek irodalmukkal, nyelvükkel, tehát nyelvvel foglalkoznak, különböző identitási kérdésekkel foglalkoznak, úgyhogy én szerintem a széles közösségnek pont egy ilyen érdekes koncepció ez. Jelen állapotban hogyan látják a szláv nyelvnek Magyarországon, akár a kulturális életét, akár a tudományos területen, az asszimilációját, mire kell odafigyelni? Ez a konferencia szerintem arra
szeretne felhívni a figyelmet, ugye, hogy a szlávok ugye velünk együtt itt élnek ezeken a területeken, hát ha csak megnézzük Magyarország, hogy hol helyezkedik el, Kárpát-medencében látjuk, hogy rengeteg szláv nép veszi körül minket, tehát nagyon sok nemzetiséghez is ugye a szlávok tartoznak, úgyhogy valójában ez együtt élés és megértés szerintem a legfontosabb kérdés. Az, hogy tudományos szinten, hogy a szláv nyelvek egyáltalán és a szlávok hogy állnak, én szerintem pont az ELTE, ez egy nagyon jó példa erre, tehát az ELTE-n az egyik legtöbb programot adó intézmény van, ez a Szláv és Balti Filológiai Intézet, ahol, ha jól tudom, 12 nyelvet lehet tanulni éppenséggel mai nap, tehát Magyarországon a szláv kultúra jelen van, reprezentatív, és lehetőség van természetesen dialógus, tehát egy párbeszédre. A szláv nyelv egy kicsit feledésbe merült a rendszerváltás után egy pár évig. Most viszont úgy látom, mintha újraéledne. Tehát akár az érdeklődés utána, akár a kulturális élete is minden más. Én rögtön ezzel kezdeném, hogy ebben az évben, és például az orosz tanszékre, ugye szakra is, ugye orosz nyelvet, hát szerintem 60-70-en választottak, és be is jutottak az egyetemre, tehát az érdeklődés nagy, és nem csak a nagy nyelvekre, tehát mind az orosz, hanem más egyéb nyelvekre is, tehát büszkén mondhatok azt, hogy szinte minden, vagyis minden szakra megfelelő számú jelentkező is van, tehát érdeklődő, és felvett diákunk is. Tehát én úgy érzem, hogy lehetséges, hogy egyfajta reneszánszát éljük most a szláv nyelveknek, kultúráknak, és nagyon remélem, hogy ez tovább is fog folytatni. A konferenciára az előadók honnan kerültek meghívásra? Magyarország határain belül és határon kívülről is érkeznek el? Ez egyfajta belső konferencia, tehát az ötlet az is volt, hogy próbáljunk imitálni kollégáinkat, hogy mutassák be tehát kutatási területüket és kutatásuknak eredményeit is. Tehát ez az elsőtől utolsóig igazából, tehát az intézetünk és ugye a szláv tanszéknek ugye a munkatársai, és pont ez nagyon érdekes, láthatunk szinte minden szláv kultúrával kapcsolatos előadást, tehát természetesen nem csak a szerb-horvát, hanem minden szláv kultúrával kapcsolatos előadást, és ez szerintem pont egy ilyen unikum ezen a konferencián, hogy képesek vagyunk, ugye egyetlen egy intézményből érkezve egy nagyon széles palettát mutatni a közönségnek. Önöknél van-e olyan lehetőség esetleg a nyelvtanulás alkalmával, hogy mondjuk akár Szerbiába, Horvátországba vagy Oroszországba, bárhová nyerjenek a diákok egy tanulmányi utat, vagy pedig egy oktatási formát? Ez elegendő csak azt, hogy mondjam, hogy ELTE. Tehát ELTE ez egy hatalmas intézmény, tehát hatalmas kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A diákjaink, tehát szinte minden diáknak lehetőség van arra, hogy akár több hónapot is töltse bizonyos nyelvterületén. Természetesen ez a lehetőség áll, és a hallgatóknak az új dolga, hogy próbálkozzanak megnyerni pályázatokat, akár ilyen tanulmányi utakat. Például én, mint szerb szaknak szakvezetőjeként pontosan próbálok rábeszélni minden egyes diákomat, hogy a tanulmányos során, tehát mondjuk 3 vagy 5 éves periódusban legalább egy, akár 2 évet próbál eltölteni Szerbiában, valóban egy nyelvi, tehát természetes nyelvi közegben, mert ez számára egy elképesztő
sok eredményt tud hozni, tehát nagyon fontos számára, hogy ott is hallja a nyelvet. Habár az is meg kell, hogy mondjam, hogy nálunk ugye a tanszéken anyanyelvi lektorok is dolgoznak, tehát együttműködnek velünk, tehát itt is, ugye Budapesten lehetőség van a legautentikusabb nyelvi kifejezést is hallani és elsajátítani. A rendezvénysorozat első helyszínéül azért esett Pomázra a választás, mert a tanszék ehhez a településhez sok szállal kapcsolódik. Ebben a városban kis, de rendkívül aktív szerbközösség él, melynek tagjai már többször segítették a tanszék keretén belül működő szerb szak működését, s fontos bázisút szolgálnak a hallgatói utánpótlásban. A pomázi szerb közösség feladatként kapta ennek a konferenciának a megrendezését, vagy kitüntetésnek érzi, hogy ő rendezheti meg? Talán mind a kettő kifejezés igaz. Feladat is, ez egy nagyon szép kihívás, és elsősorban kitüntetés, hogy Pomázt tiszteltem meg az egyetem, hogy azt a kihelyezett tudományos konferenciáját először, amit az egyetem életében csinálnak, ugye a Szláv Intézetben, először ezt Pomázon tartsák meg, és ilyen szempontból egyszerűen kitüntetés nekünk ez. Hát ugye az ELTE munkájához azért hozzá kell tenni, hogy nagyon sok pomázi a ELTE-n végzett, jó magam is ott végeztem a családomban, és többen végeztek ott, sok nevet tudnék sorolni, hogy most ne neveket soroljak. Gyakorlatilag az ELTE-nhez 1000 szállal kötözik pomáz, a pomázi szervség, és így abszolút elemi érdekünk volt, hogy gyakorlatilag a saját egyetemünket látjuk vendégül, mondhatjuk így is. Nagyon erős az asszimiláció, és vannak már idősebbek olyanok, akik teljes egészében nem tudják a szerb nyelvet. Erre milyen figyelmet tudtok fordítani? Ugye itt azért különböző generációkról beszélünk, tehát hogyha most messze vagyunk az ideálistól, ezt hozzá kell tennünk, de azzal, hogy több mint 30 éve szerb csoport van az óvodában, ezzel már valamilyen szinten elindítjuk a szerb gyerekeknek a nyelvi oktatását azoknál, akik már otthon sajnos nem beszélik a nyelvet. Ugye említették az iskolabuszt, most már több mint 10 éve működik, 7 éve már gyakorlatilag szinte háztól házig működik az iskolabusz. Ezzel mondjuk úgy, hogy megoldottuk azoknak, akik hajlandóak beadni a gyereküket a szerb iskolába, megoldottuk az eljuttatását, illetve a hazajuttatását ezáltal. Ugye az óvoda után az általános iskolai és a gimnáziumi szint is megvan, és ugye ezután érkezik a felső oktatás, ami pedig az ELTE, ahol most vagyunk. Ha ugye a médiákat nézem, olvasom, akkor úgy látom, hogy a szerb kulturális élet talán mondhatjuk azt, hogy az egyik legagilisabb, legerősebben itt zajlik Pomázon, vagy ez egy kicsit túlzás? Nem tudom, hogy túlzás-e. Az biztos, hogy elég agilisak vagyunk. Tehát összességében a többi nemzetiséghez képest is a szerbség agilisabb. Most a szerbségen belül, hogy a pomázi történések talán jobban látszódnak, értelemszerűen Pomázon jobban látszódnak. Ezek történnek máshol is természetesen. Nagyon kiváló történések vannak az ország minden pontján, Budapesttől kezdve, Deszken, Batonyán, Lóréven, hadd ne soroljam fel, hogy hány helyen milyen kiváló rendezvények vannak. Ez egy más dolog, amiről most beszélünk, tehát hogyha visszatérünk arra, hogy az ELTE kihelyezett konferenciája, ezt hangsúlyoznunk kell, hogy ez nem csak szerb téma, hanem ez egy összszláv téma, amiről most beszélünk, és ennek vagyunk most mi a vendége, ami tényleg, ahogy kezdtük az egészet, kitüntetésnek veszük. És nagyon boldogok vagyunk, hogy Pomázra tudtunk egy ilyen tudományos konferenciát hozni, mert ez a városnak is szerintem egészen kiváló történés. Itt van ez a csodálatos kastélyunk, amit zenekastélynak nevezünk, ugye tudni kell, hogy tudjuk mindannyian, hogy két hete itt egy világhírű vendégművész volt, ugye a másik világhírű vendégművészünk, ugye a helyi György Ádám Akadémia mellett egy Jubicsa Pávkojtya Akadémiát csináltunk. Úgy gondolom, hogy próbáljuk Pomázt ilyen szinten is bekapcsolni, és próbáljuk a hírét vinni Pomáznak, minél többen jönnek hozzánk, nekünk annál jobb, ami a városnak jó, az nekünk is jó. 1992 óta létezik önálló szerb iskolahálózat. Ma a magyarországi szerbek közoktatása keretében az ország 8 településén és Budapesten önálló szerb óvoda vagy óvodai csoport működik. Szerb tannyelvű általános iskola Budapesten, kétnyelvű tanintézmény Battonyán működik.
A Magyarországi Szerb Közösség Országos Beiskolázású Oktatási Centruma, a budapesti Nikolaj Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Szerb pedagógusok képzése a budapesti ELTE és Szegedi Tudományegyetem szláv filológiai tanszékein folyik. Én a magyarországi szlavisztika egyik legfontosabb egyetemi tudományos intézetének az igazgatója vagyok. Ez az ELTE bölcsészkarán működő szláv és balti filológiai intézet, amely összesen 9 különféle szláv szakot gondoz. Tehát nem csak a magyarországi szlavisztika legszínesebb és szakmailag legerősebb fellegvára a mi intézetünk, hanem nem túlzás nélkül állíthatom, hogy a közép-európai térségben nincs még egy olyan felsőoktatási intézmény, ahol ennyi és ilyen gazdag szakmai szlavisztikai programot nyújtanának. 9 szláv nyelvet említett, ha most vesszük csak Európát, melyik van a legveszélyeztetettebb helyzetben? Nagyon érdekes a kérdés, amit föltett. Azt tudjuk, hogy a szláv világban a legerősebb természetesen az orosz. Érdekes fejlemény, az utóbbi évek érdekes fejleménye, hogy hihetetlen érdeklődés mutatkozik az orosz iránt. Közel 60 elsős hallgatót veszünk fel csak az oroszra. Az orosz mellett persze egyéb kis szláv nyelvek is vannak. Nagyon kicsik például, mint a szlovén, amely 2006 óta működik. Gyakorlatilag a térség összes szláv nyelve jelen van, akár a környezőek, akár a távolabbi országok nyelvei. Miben tudják önök segíteni ezeknek a szláv nyelvű közösségeknek mondjuk a mindennapi életét, hogy a hagyományaikat, kultúrájukat, identitásukat ne veszítsék el, maradjanak meg? Kettős feladatunk van. Egyfelől általában tanítunk szláv nyelveket, irodalmakat, kultúrákat, tehát azoknak a szláv népeknek a nyelveit, kultúráit és irodalmát, amelyeknek kisebbségei nem élnek itt Magyarországon. De természetesen bizonyos programjaink ilyen szempontból is, hogy tetszik, idézőben érintettek. Tehát fontos missziója az intézetnek, hogy a hazai szláv kisebbségek nyelvét és kultúráit is ápolja, még az oktatási programján is keresztül, beleértve természetesen a szerbeket is, hiszen Pomázon vagyunk, ahol szerb közösség is él, Pomáz hagyományosan is a hazai szerbség egy fontos, ahogy tetszik, fellegvára. És számukra is ilyen értelemben, és ez is fontos, szeretném aláhúzni, jelenlétünk kicsit azt is jelzi, hogy e közösség felé is nyitottak vagyunk, nyitottak voltunk, nyitottak vagyunk, és szeretnénk, hogyha az, amit mi tudományként művelünk, kicsit ebben a városi közösségben is megjelenne, ennek kulturális életében is színfoltot jelentsen. Magyarországon hogy látja a szláv közösségek helyzetét? Melyiket tartja a legerősebbnek? Melyiket nem kell annyira félteni? Melyiket kell óvni? Hát ugye, hogyha statisztikailag tekintjük, akkor a szlovákok a legerősebbek, a horvátok, a többi inkább őket követi. Én úgy látom, mert én politikával nem foglalkozom, de nyilvánvalóan én is itt élek, én úgy látom, hogy a magyarországi, általában a magyarországi nemzetiségek helyzete rendezetnek tekinthető, semmiféle feszültséget magam nem érzékelek. A mostani politika nagyon támogatólag viszonyul ezekhez a közösségekhez, és amit még hozzá szeretnék tenni, bár ennek kicsit politikai visszhangja van, nem azért vagyunk itt politikáról beszéljünk, de minthogyha a közép-európai térségben az együttműködés szelleme erősödne föl, ami nagyon-nagyon fontos Magyarország számára, és fontos az itt élő nemzetiségek, az itt élő szláv nemzetiségek számára is, és ebben az összefüggésben természetesen a határon túl élő magyarság számára is. Tehát van egy jó szellemű együttműködés,
ez most különösen ugye a V4-ek között bontakozik ki. Itt vagyunk Pomázon, és hogyha rátekint a mai programra, a hazai szerb közösségnek jeles értelmiségei, jeles alkotói vannak. Milosevic Péter, kedves kollégám, aki nemrég meg nyugdíjba, Szerbiában is nagyon magasan jegyzett alkotó, író. Az egyik előadás éppen arról a regényéről szól, aminek az a címe, hogy London Pomáz. Tehát a konferencia maga is pontosan jelzi azt, hogy mi hol látjuk a hazai értelmiségek, alkotók szerepét, de akár a hazai szláv kisebbségek nyelvének, kultúrájának, irodalmának a szerepét. Tehát én ezt szerves egységben látom, hiszen nagyon fontos az anyaországi háttér, az anyaországgal való kapcsolat, a döntően mi természetesen, amikor szerb irodalomról, nyelvről beszélünk, akkor a nagy szerb irodalmat tanítjuk, de a nagy szerb irodalomban a hazai szerbség irodalma is belágyazódik, ott a helye, pontosan definiált helye van, tehát mi ezt ilyen egységként tekintjük, látjuk, így is tanítjuk, így is próbáljuk hallgatóinkat ezzel megismertetni. Ez az első konferencia. Ezt folytatni szeretnék. Mi a jelentősége ennek a konferenciának? Ugye a konferenciának két címe van, az egyik címe a tudomány mindenki, a másik címe pedig találkozások a szláv irodalmakkal, kultúrákkal és nyelvekkel. Valóban, ha úgy tetszik, egy új filozófiát fogalmaztunk meg, talán nem tűnik túlságosan naívű gondolatnak, hogyha azt mondom, akadémiánk elnöke Lovász László, aki nemrég lett a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, szinte feladatként jelölte ki a magas tudomány számára, hogy igenis a tudomány eredményeit, lett legyen szó akár természettudomány eredményeiről, akár a bölcsészettudomány eredményeiről, hát ezekkel az eredményekkel meg kell ismertetni az embereket, azokat az embereket, akik az adófizetői, akik a fönntartói ennek. Tehát az, hogy mi itt Pomázon megjelentünk, és elindítottuk ezt a tudományos rendezvény sorozatot, ez kicsit egybevág az akadémia elnökének ezzel a szándékával. Valóban, ettől kezdve minden esztendőben más-más helyszínen, vidéki helyszíneken is meg fogjuk rendezni ezt a szokásos évnyitó konferenciánkat. 1690-ben Csernovics Arzén pátriárka vezetésével szerbek érkeztek Pomázra és telepedtek le itt. A hagyomány szerint első templomuk a jelenlegi piac téren állott fatemplom volt, amely később leégett. 1775-ben 846 szerb és 378 katolikus, összesen 1224 személy élt Pomázon, vagyis a szerbek jó ideig többségben éltek itt. A pomázi nemzetiségnek a város közösségi életében milyen jelentősége van? Hát azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van mindegyik nemzetiségnek, hiszen rengeteg olyan közös ünnepünk van, amikor össze szoktunk gyűlni, amikor az ő ünnepeik vannak, azokat általában mi is, mint városi segítjük nekik megünnepelni, és rengeteg közös, talán az egyházi programok is sokszor közösek, hiszen januárban, amikor az egyházak ellátogatnak egymáshoz, tehát amikor a katolikus vagy református hívek elmennek a szerbekhez, ugye hát ők a szerb közösség, ugye saját vallásuk, saját templomuk, saját papuk, ők egy külön közösséget képviselnek, de ugyanúgy járjuk egymást körbe-körbe. A városnapon is ugye a szerbek mindig kin vannak, és mindig sütnek, ahogy a németek is. Tehát ez egy aktív és együtt élő közössége a városnak, hiszen ők is pomáziak, hát sőt, igazán törzsgyökeres pomáziak, pomázi családok is vannak közöttük. Abban, hogy a város ismertebbé váljon, abban is van jelentőségük? Persze, hát igen, a különböző kisebbségi közösségek, vagy nemzetiségi közösségek a maguk útján, a maguk módján, ha elviszik a hírét a településnek, vagy ha saját magukon az embereken keresztül megismerik, és tudják, hogy ők Pomázról jöttek, ezzel már valahogy ismertebbé is válik a településünk. Ennek is köszönhető, hogy most az ELTE egy kihelyezett, egy szimpóziumot, egy kurzust tart most itt Pomázon, ez az első a Szláv Intézet támogatásával, illetve a Szláv Intézetnek az előadása, amit direkt most Pomázra hoztak, hiszen annyira élő kapcsolatuk van, hogy a helyi vezető Péter, Bogdán Péter úr ott végzett ezen a tanszéken, és most kihozta az egész tanszéket ide, hogy itt tartsanak egy előadást, és ez természetesen az ilyenfajta megmérettetéshez, az ilyesfajta ismerettséghez, természetesen mi is hozzájárulunk azzal, hogy
természetesen helyet biztosítunk annak, hogy itt legyen a Pomázi Telekivattai Kastélyban. Vezetéstől, választásoktól függetlenül kialakult Pomázon az, hogy szerb csoportú óvoda is működik. Mi ennek a jelentősége? Hát az, hogyha valaki egy nemzetiségi családba születik, és hogyha ezt a nemzetiséget ő tovább akarja vinni, nem csak úgy, hogy a nevében, hanem a nyelvtudásában, az identitásában, a kultúrájának, a vallásának a gyakorlásához, ahhoz például elengedhetetlen fontosságú, hogy ezt minél kisebb gyermekkortól ne csak otthon hallja, hanem azokba a közösségekbe is, ahova bekerül. Ugye Pomázon a szerb nemzetiségi óvoda mellett ugye van német nemzetiségi óvodai csoport is, ők ezt nagyon ügyesen tudják felépíteni, nagyon ügyesen meg tudják tanulni az ott lakó, oda kerülő gyerekek, legyen azok szerbek, vagy esetleg csak egy picit ehhez vonzódó emberkékről van szó, ezeket a mondókákat, énekeket, ebből úgy beleivódik a nyelv, és mellette ugye óvodapedagógusokkal is rendelkezünk, akinek ilyen végzettsége van, hiszen szerb származásúak, vagy szerb kötődésűek, és azokat a ünnepeiket, a hagyományaikat is megtanulják, és innen már csak egy lépés az iskola és a középiskola, ahova szintén Pomázról elég sokan járnak a szerb nemzetiségű iskolákba. Tehát ez a fajta identitástudat, ez a fajta nyelvismeret, ez a fajta tudás, ez végigviszi őket az egész gyerekkorukon, ugyanúgy, ahogy a németeknél is ugye van német óvoda, van német iskolánk, és ugye Vörösváron van az az iskola, ahova rengeteg pomázi német ajkú vagy német nyelvtudásra rendelkező megy tovább. Tehát ez egy felépített dolog. Én azt gondolom, hogy egy gyermek ahány nyelv, annyi ember tud válni, annyi emberré tud válni, minél fontosabb, hogyha egy ember vagy egy gyermek akár több nyelven is tud beszélni, az nagyon sokat jelent a későbbi életében, tehát akár munkahely, akár sok minden tekintetében nagyon fontos az, hogy egy ember beszéljen sok nyelvet. A város költségvetésében mindig megjelenik a nemzetiségek támogatása. Miért tartod ezt fontosnak? Mert velünk élnek, mert mi is a nemzetiségek részei vagyunk, ahogy én is svábnak tartom magam, ahogy nagyon sokan mondjuk szerbnek, vagy szlováknak, vagy esetleg románnak tartják magukat. Egy 2-3 milliárdos költségvetésben egy néhány millió forintos ilyen formájú címkézett pénz, annak mindig el kell, hogy tudjon férni. És hát Pomáz ugye 5 nemzetiségű település, hiszen benne van a címerünkben, benne van a címerfánkban, ezt nekünk, ezt a hagyományokat ápolni kell. Sportnapot tartottak a Pomázi Hétszínvirág óvodában. A helyszín az óvoda udvara volt. A kellemes őszi napsütésben a gyerekek ügyességi játékokon vettek részt, gyümölcsös és zöldséges tálak készítésében segítkezhettek, majd a feladatok elvégzése után jó ízűen el is fogyaszthatták a bio tálak tartalmát. Ugyancsak e napon Mihály napi vására várt minden érdeklődőt a Mesevár óvoda. A jótékonysági vásárra a szülők készítették el a vásárfiát, és az eladásból befolyt összeget játékok beszerzésére költik. A gyerekek elemi igénye a mozgás. Mindannyian tudjuk, hogy a gyerekek nem úgy mozognak, mint a felnőttek. Az óvodás lurkók kint szaladgálnak az udvaron, a játszótéren, vagy rosszabb esetben a lépcsőházban. A gyerekek hihetetlen aktivitása nem betegség, rendellenesség vagy rosszaság, hanem szükségszerű, normális fejlődési jelenség. Ezt figyelembe véve tartották meg idén első sportnapjukat a Hétszínvirág óvodában. Milyen sűrű az az alkalom, amikor kimondottan sportnapot rendeztek az óviba? Ez az első alkalom, hogy ezt meg tudtuk rendezni. A Pomáz első önkormányzata kiírta egy sportnapi pályázatot, amin nyertünk 150 ezer forintot, és ezekből vettük például a futóbicikli eszközeinket, a labdákat, és egy hozzájárulást ahhoz, hogy mi ezt a sportnapot a gyerekekkel meg tudjuk csinálni. Mi egy kicsit tovább gondoltuk, és összekötöttük egy egészségnappal is, és így a gyerekek egészséges gyümölcsöket, zöldségeket
csalamádét készítetnek a nap folyamán, és ezeket fogjuk elfogyasztani. Látom itt, hogy állomásokat állítottatok föl. Hogyan építettétek föl mégis, mi az a mozgás, amit a gyerekek elbírnak, szeretnek, meg is tudnak csinálni? Hát tulajdonképpen ez a természetes mozgás formákra alapul, mint a futás, a biciklizés, a dobás és a labdapattogtatás. Ezek azok a készségek, amik majd az iskolába, az iskola érettség feltételének is meg kell, hogy feleljenek. Kellett-e a gyerekeket inspirálni, mondjuk úgy, hogy első helyezett kap valamit, vagy annyira élvezik, hogy ez teljesen fölösleges? Nem, abszolút nem hirdetünk első és második helyezettet, a mozgás öröme az a fő, és az utána majd a közösen elfogyasztott gyümölcs és zöldség. Azt tudom, hogy az iskolában ugye kötelező a mindennapos torna, de hogyan nálunk ebben az óvodában? Az óvodában is, hát mivel elég sokan vagyunk egy tornaterem, de a heti kettő testnevelés foglalkozás, ami 35 perc sajnos, az megvan, és minden nap vagy az udvaron, vagy a csoportszobában, ez időjárástól függően, megtartjuk a mindennapi 5-10 perces mozgásunkat. Általában az udvaron szoktuk, nagyon fontosnak tartjuk, hogy szabadban végezzék el ezt a napi 10 percet, és akkor ez mellett meg a heti két testnevelés foglalkozást megtartjuk. Milyennek látod ezt a napot? A gyerekek milyenek? Örülnek? Élvezik? Szerintem borzasztóan élvezik, még nem tudják, hol a helyük, de majd, ha ez sűrűbben és minden évben elő fog fordulni, akkor én azt gondolom, hogy akkor már sokkal profibak leszünk mi is, meg ők is, de láthatóan nagyon boldogok és nagyon örülnek az új bicikliknek és az új eszközeinknek. A mozgás fejleszti a gyermek állóképességét, a test koordinált mozgását, egyensúlyérzékét, izomrendszerét, keringési rendszerét és egész személyiségét. Az óvodáskorúak sokat játszanak, és a legjobb, ha ezt télen-nyáron a szabad levegőn teszik. Mit csináltál? Futás meg a célbedobást. És hogy sikerült? Jól. Jól? És most mire vársz? Most mit akarsz kipróbálni? Nem tudom. Nem tudod? A biciklit próbáltad már? Nem. Nem? Szeretnéd? Nem. Nem szeretnél? Nem most szeret nem. Biciklizni? De. És hogy érzed itt magad most? Jól. És te mit próbáltál már ki? Labdapattogtatást, futóversenyt és célba dobást. És mi ment a legjobban? Labdapattogtatást. Egyébként szeretsz labdázni? Sokat labdázol? Igen? Az ment a legjobban? És most mire vártok itt? Mert itt látom, sorba álltok itt, mit kell biciklire. Csinálni? Biciklire. Szoktál biciklizni, vagy tudsz már biciklizni? Tudok, pótkerék nélkül. Nem mondod, mikor tanultál meg? Egyszer, ráültem azonnal, és már tudtam és menni. És már mentél is. Nem mondod. És hogy érzed magad ezen a sportnapon? Szeretsz futkosni, sportolni, aha, mindent csinálni? Igen. Igen? Akkor hadd halljam, hogy te már merre jártál, melyik állomáson. Én még voltam a futóversenyen és labdapattogtatáson. És szeretsz futni különben? Igen. Sokat szoktál futni? Igen. Sokat szoktál kint tartózkodni a levegőn? Igen. Otthon van kert? Vagy mesélj, mit szoktál csinálni? Otthon van kert. És mit szoktál csinálni ott kint a kertben? Van ott egy homokozó, szoktam homokozni, meg van ott egy medence, és abban fürödni szoktam. Most a nyáron jó melegek voltak, az jó volt. És biciklizni tudsz-e már? Tudok, két kerekűvel is. Mikor tanultál meg? Azt hiszem, hogy 3 évesen. Igen? És jól megy? Már szoktál kint utcán is esetleg apával vagy anyával? Szóval minden este kimegyünk apával a Suzit megsétáltatni, mert a Suzi egy kutya, és otthon van nálunk, és szoktuk minden este megsétáltatni, és a Suzival meg velem kimentünk már egyszer a főútra is, és én akkor biciklivel voltam. Ügyes vagy, és itt szeretnéd ezt a kis biciklit kipróbálni? Igen. Igen? De akkor ez már neked kicsi, nem? Hát, de csak nem tudom, hogy kipróbálhatom. Melyik állomáson voltál már? Mindegyiken. Már mindegyiken? És melyik ment legjobban? Mindegyik. Mindegyik jól ment? És melyiket szeretted legjobban? Hát mindegyiket. Hát, mondj egyet. De hát, Szentetia. Mi? Szentetia. És most itt szeretnél biciklisztél már? Igen. Igen?
Mikor még ott éves voltam, de akkor tanultam meg bringázni. Igen, akkor tanultál meg bringázni? És most ezzel a kis biciklivel nagyon jól tudtál menni, gyorsan? Igen. Le is átjöttem egy fiút. Igen, nagyon ügyes vagy. Mondd a neved? Kicspánkodos Pálavár, és az, amit mondtam, az azt jelenti, hogy én dorsztam. És melyik állomáson voltál már itt, amit feladatokat, mit csináltál már meg? Labdadobó verseny, igen. Futó verseny, igen. És bicikli verseny. És melyik volt a legjobb szerinted? A bicikli. Szeret biciklizni? Igen. És tudsz is? Igen. Ki tanított meg? Az anyukám. Sokat szoktál otthon biciklizni? Igen. Igen? És szereted ezeket a futkosos sport dolgokat mondjuk? Igen. És rajzoltál már? Mert láttam, hogy itt lehetett színezni például gyümölcsöket, őszi gyümölcsöket. Azt láttad már? Nem. Nem láttad? Szerinted mik az őszi gyümölcsök? Tudnál egyet mondani? Őszi barack. Nagyon ügyes vagy. És jól érzed itt magad most? Igen. És neked mit van? Egy tök. Tök, igen. Egy gomba. Igen. És egy alma. Igen. Egy költe. Igen. És egy világ. Igen. Addig rágod szépen, míg a másik felén ki nem lyukadsz. Na-n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 a
Mindeközben színes portékákkal teli piacot varázsolva gyűjtöttek pénzt a Mesevár óvodába járó gyerekek szülei és óvónéniek. A szülők és a gyerekek által készített holmikból rendezett vásár teljes bevétele a Mesevár óvodánál marad, hogy abból új játékokat vegyenek a gyermekek számára. Milyen eseménynek vagyunk itt most szemtanúi és részesei a Konténer Oviba? Hát ez a Mesevár óvoda, most már 6 éve, és idén már több éve gondolkodtunk ezen a Mihály napi vásáron, ami egy régi hagyomány, népszokás vidéken és faluhelyeken, ugye amikor behajtották az állatokat, jószágokat, születelésnek vége volt, ilyenkor szűrték le az első borokat, ilyenkor már engedélyezték, hogy le lehetett szűrni, és ilyenkor az emberek a portékáikkal egy vásárt, egy mulatságot rendeztek. Úgyhogy mi most próbáljuk egy picit ebben a 21. században még egy kicsit visszahozni. Mennyire voltak ezre vevők a szülők, mert hiszen annélkül nem is ment volna?
Hát igazán mi augusztus végén beszéltünk erről a kollégákkal, és az első szülői értekezleten ezt minden csoportban elmeséltük a szülőknek, hogy erre gondoltunk, hogy egy ilyet szerveznénk, és ebben ők nagyon partnerek voltak. Úgyhogy a vásárt maga, az asztalokat, hozzá a terítőt, a kiírásokat, szóval ez a 80%-ában a szülők segítségével történt. Úgyhogy nagyon partnere. Szóval nagyon sok mindent a szülők készítettek otthon. Mi is készítettünk az óvodásokkal, de egy jó részét a szülők otthon készítették. Meg volt-e szabva, hogy milyen vásárfiát lehet idehozni, eladni, árulni? Hát igazán nem. Kipróbálásra először most megnézzük, mi az, ami egyáltalán mi az, amire van kereslet a szülők körében, és igazán olyat kértünk a szülőktől, amit ők is szívesen megvennének a gyerekeiknek, vagy maguknak otthon a családban. De hogyan látod, de ez jobban összehozza a szülőket, gyerekeket, óvónéniket? Igen, mert ez maga a vásár, Mihály napi vásárnak egy régi hagyománya is, hogy ilyenkor volt idő arra, hogy egymással barátkozzanak, beszélgessenek, összehozza őket, elmeséljék, mi történt a nyáron, mi az, ami télire készülődnek, úgyhogy én úgy gondolom a szülők is most így, ha körülnéztek, nagyon sok látszik abból, hogy a szülők is egymással beszélgetnek. A kézműves szülők maguk is kínálhatták különleges portékáikat a rendhagyó napon. A portékát kínálom, nem feltétlenül az enyémet, mert nem, ezt ugye a szülők csinálták, a Csiga csoport szülői, illetve gyerekei, és én meg ide ugrottam az asztal mögé. Az én gyermekem is Csiga csopis, Janka. 6 éves. Á, de úgy vettem észre, hogy az a jó vásározó, akinek a hangja jó nagy, tehát hogy felfigyeljenek rá. Igen, ez adottság. Majd próbálkozom ezzel a dologgal máshol is. Minden található az életemben. Na, amit mi csináltunk, az egy oliva, helyi oliva, olívaolaj, igen, olívaolajba áztatott zöldségek vannak benne. Reklámozom is a pomázi igazi olívát ezzel, akiktől származik ez a kiváló spanyol olívaolaj, amit beletettünk. Tényleg szuper, nagyon minőségi anyagok. Van mézes diónk, aztán különböző lekvárok, és a csalamádé, amit meg itt csináltak a gyerekek az óvodába, főzet, és ezeket a kis piros kendőcskéseket pedig az itteni csoportban a gyerekek a pedagógusokkal együtt csináltak egyik délelőtt. Na, kifejezetten eladásra. És azért fogy a portéka? Lassan. Most beálltam, most szerintem egy kicsit fölpörgetjük. Hogy teljen a dobozka, mert úgy tudom, hogy játékokra, minden különböző játékokra gyűjtenek a szülők. Igen, készült is egy ilyen felirat, magam printeltem. Mi is áll rajta, hogy a befolyó összeget mozgásfejlesztő játékokra költi az intézmény. Ez jó lesz. Csak fogjon. És jó dolognak tartják ezt az ötletet? Szerintem nagyon jó, nem? Tehát, hogy akkor a végén elválik, meg hogyha látjuk majd ezeket a mozgásfejlesztő játékokat, de szerintem jó dolog. Meg szerencsénk is lett ma az idővel, mert azért szeptember végén lehetne ez nem ilyen kellemetes körülmények között zajló esemény is. Nagyon szépen köszönöm a keresztnevét. Németh Szabolcs vagyok. Apuka? Igen. Ha igen, kislányom az ide jár ebbe a csoportba, a Csiga csoportba, 6 éves. Köszönöm szépen. Már ballagó egyébként, már lassan ballagó. Elmegy, igen. Fogjátok egymás kezét, kapcsolódjatok be, jó? Gyertek, utána,
Kedves nézőink, Önök Heti Krónika című közéleti magazinműsorunkat látták. Nézzenek bennünket az ismétlések alkalmával is. Ne feledjék, minden pénteken 18:07 perckor Heti Krónika. A viszontlátásra!